A Dobó téren a Paván zászló forgatók műsorával kezdődött a Bálint napi mulatság. A Valentin napon a szerelmet szokták ünnepelni. Mi úgy gondoljuk, hogy ezen a napon, ami tulajdonképpen Bálint nevenapja, Eger egyik nagyon jelentős katonájára, Balassi Bálintra emlékezünk. A belvároson keresztül a várba tartott a felvonulás. Itt a zászlós bemutató után az egri vitézlő oskolások a korabeli viseletüket illusztrálták, majd egy önkéntesen szemléltették a szabja használatát. A kardok mellett előkerültek a lőfegyverek is. Többek között az is kiderült, hogyan kell lőport tölteni, majd lefolytani. Az egylövetű fegyvereket három vitéz sütötte el. Isten nevében tűz! A fegyverbemutató után táncházba invitálták a közönséget, ahol a tekergő együttes adta a talpalávalót. Balassi Bálintról tudjuk, hogy híres költő, híres katona, híres vitéz és nagyon bátor ember volt, de kevesen tudják róla, hogy kiváló táncos is volt. Egy anekdóta, illetve hát nem is anekdóta, hanem tulajdonképpen egy megtörtént eseményt feljegyeztek, hogy még 18 évesen, 1578-ban a pozsonyi koronázó ünnepségen egy hajdú kartáncot eljárt a csodálkozó főúri közönség szeme láttára. A táncház utáni rajtaütésen több leányt is elraboltak a vitézlő oskolások. A szerelmik vízen pedig kiderült, ki tudja a legtöbbet a történelem és irodalom történet híres szerelmes párjairól. Végül a szerelempróbát kellett teljesíteniük a pároknak.